És itt van már velünk professzor dr. Felkai Péter egyetemi docens. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugyanis május 10-én, tehát holnap lesz a mentők napja. Miért pont ezt a napot választották? 1887. május 10-én nyílt meg az országban, és természetesen Budapesten is az első mentőállomás. Ez a budapesti önkéntes mentőszolgálatnak volt az első állomása. Ez a akkor még épülő bazilika mellett egy négyszobás lakásba történt. A négy szobában volt műtő, a plafonra fölhúzható műtő, asztallal volt vendégszoba, iroda, és volt egy ügyeletes helység, most azt mondanánk, ugye, hogy készenléti szoba, és innen vágtattak a helyszínre a mentő szekerek, mert ugye akkor még csak szekér volt, és egy nagyon érdekes leírást az akkori kivonulási szabályzatból hadd olvassak föl. Esethez menet közben a kocsibakján ülő ápoló ügyel a helyes irány betartására, amint hogy az esethez vágtatást kell, hogy menjenek, és ügyel arra, hogy a kocsi közelettére figyelmeztessék. Ezért az ápoló vagy a kocsis csenget a bakon elhelyezett lábi csengettyűvel, ugye ez volt a szirénának az őse, valamint nappal a kezében levő vörös zászlóval, éjjel pedig kézi lámpással, avagy fáklyával jelzi a mentőkocsi közelettét. Most ebben az a megható, hogy a vörös esetzászló egészen 1990-ig kötelező volt, tehát mikor mentünk ki az esethez, akkor a gépkocsi vezető kitűzte a vörös zászlót. Ha elfelejtette, az nagyon komoly fegyelmivel járt. Tehát ez volt a mentő bazár, mert hogy a Budapestnek, ugye 14 éve egyesült már Budapest, iszonyú gyors iparosodása volt, kellettek a mentők, olyannyira, hogy két év múlva már nem innen indultak a mentők, hanem átköltöztek a mostani mentőpalotába, a Markó utca 22-be, és onnan vonult ki. Egyébként megint csak a világon az első, nagyon sok ajándékot adott a magyar mentőszolgálat a világnak, tehát Magyarországon az első, helyezték az első mentőautót, tehát motoros mentőjárművet, persze abban még nem volt hordágy, hanem a bakon elől egy olyan volt, mint a szekér, bakon elől ült az orvos, hátul az ápoló meg a gépkocsi vezető, és így valóban már nagyon gyorsan értek a helyszínre. Vannak még további hungarikumok, melyek ezek? Igen, mint mondtam, azt gondolom, hogy nagyon sokat adtunk a világnak. Elsősorban, ami most is segíti az országon beteg ellátást, az egységes mentőszervezés. Ez sehol nem létezik a világon. Tehát azt gondolom, hogy az előnyeit nem is kell magyarázni. A másik a rohamkocsi, amit pont holnap, a mentők napján ünnepeljük a rohamkocsi létrehozásának a 70. évfordulóját. Ez is egy hungarikum, mert hogy a világon először egy olyan nagy felszereltségű mentőautó állt szolgálatba, ami kivonult az esethez, és már a helyszínen meg tudta kezdeni a betegek ellátását. Ez a mai szemmel ez természetes, de akkor 1954-ben ez abszolút nem volt az, és ehhez tartozik, hogy ez egy kutatóhely is volt, mentő kutatóhely, tehát a második hungarikum, vagy a harmadik, az a szállítási traumának a kifejlesztése, tehát sokan érezték azt, hogy a beteg rosszabb állapotban érkezik meg, mint ahogy a sérülése indokolja, tehát rosszabb állapotban érkezik a kórházba. És ezt a rohamkocsi személyzete, akkor édesapám már az egész országnak a rohamkocsi szolgálat vezetője volt, tehát ők dolgozták ki a szállítási traumának az elméletét. Azután megint csak hungarikum, a mentőmúzeum. Ez se létezik a világon. Na most az a baj, és ezt muszáj elmondanom, hogy ezeket a hungarikumokat, ezeket az újításokat egyszerűen a külföld nem csak, hogy nem vette tudomásul, hanem lenyúlta. Tehát közlemények szereztek, ő 70-ben, meg 80-ban, hogy nálunk van az első nagy felszereltségű rohamkocsi, ami nem igaz. Csak ugye 56-ban, 54-ben, az 50-es években nem tudott kiterjedni nyugatra az a technológia, az a tudásanyag,
amit mi itt a magyar mentők nagyon szerény körülmények között, de kitermeltünk. Professzor úr, egy emlékérem átadására is sor kerül holnap. Milyen emlékéremről van szó? Igen, említettem, hogy édesapám volt az alapítója a Kressz Géza Mentő Múzeumnak, amit ezúton is szeretnék propagálni, mindenki menjen el, mert fantasztikusan érdekes ez a múzeum. És édesapám volt az első igazgatója, és a létrehozója ennek a múzeumnak, éppen úgy, mint ahogy a rohamkocsi szolgálatnak, és az ő emlékére alapítottunk egy emlékérmet, amely az éremnek a hátsó rész minden évben egy ember kapja, mégpedig az, ahogy a felirat is mutatja, hogy annak a mentőbajtársnak, aki legtöbbet tett a bajtársai érdekében. És ez nagyon fontos az összetartás a mi munkánkban. Mit jelent mentősnek lenni? Még röviden arra kérném szépen, hogy mondja el nekünk. Ez egy őrület, ezt tudom mondani. Aki egyszer egy olyan autóba ült, ami képes visszaadni az életet, az egy fantasztikusan jó érzés. Fantasztikusan jó érzés, hogy várnak minket, hogy oda tudunk érkezni, és tudunk segíteni. Ez a jó hír. A rossz hír az, hogy legtöbbször sajnos nem ilyenhez menjünk, hanem részegsérülthez, gyanús körülmények közt ott az utcán fetrengő emberekhez. Nyilvánvaló ezt a kívülálló nem tudja, az esetirányító meg kénytelen egy magas szintű kocsit küldeni, holott lehetséges, hogy másütt jobb szükség van rá. De én azt tudom mondani, hogy ez több, mint egy hivatás, ez egy őrület. Professzor úr, nagyon szépen köszönjük, és hát nagyon jó ünneplést a holnapi naphoz. Nagyon szépen köszönöm a többi bajtársam nevében is.